gyors, el kell mennem a kabátomért. Csak a kabátom kell. Megvan, kell vennem ilyen jegyet az olaszoknak, mert nincsen nekik, hát sajnos. Annyira nem szoktam kihúzni, tökre mindegy. Most megyünk a Vazaraveli Múzeum fele, ami nem is tudom hol van a mindegy, de arra fele megyünk. Valaki megmondaná, hogy hol van az a rohadt múzeum? Mindjárt itt van az a rohadt múzeum. Eddig tökre jó volt ezzel az olaszokkal menni, azon kívül, hogy még nem csak a kocsmában hangosak, hanem a buszon is. Szuper. Komolyan szuper. Vlogomat este nem tudtam megvágni, mert le kellett feküdni. Hallod? Hajnalkor így pont 12 van, lecsukom a képemet, Dani kérdezi, hogy akkor lefekszünk? Mondom, muszáj. Nem kiakadtam, de tökre mindegy. Ez a Vazaraveli Múzeum? Ez a kokkeri? Ez a sziklakert. Mi az a sziklakert? Nem hiszed el, de igen, minden csütörtökön ezen az utcán megyek, és semmit nem tudok itt körülöttem. Ez az utca, ahol én szoktam menni zenére csütörtökön. A belvárosiba. És mindig ezt az utat teszem meg, és a segény csalnak ki van kötődve a cipőfűzőre. Oda megyünk. Korina az első. Ki más? Csak a Korina. Mert? Ahogy a szegény állapotán. Vigyázz már, ahogy jönnek a többiek, de nem tudom. Be kell menni. Ne vegyél engem. Köszönöm szépen. Kedves. Kedves. Gyere, Matyikám, gyere, ülj közénk. Ja. Ne! Na, gyere csak kell. Mondjatok valamit. Grande cazzo. Szerintem... Grande cazzo. Grande attenzione. Szerintem itt leülünk két, és itt felejtjük magunkat, amíg a többiek bemennek. Ja, olaszok azok ott mennek be. Magyarok ott ülnek, meg itt mögöttem. Te megvárom, ameddig kijönnek. Termék megjelenítés láthatnak. Ah, visszaértünk a suliba. Kitöltöttük ezeket a lapokat, jó sok volt, és elmentünk kajálni egyet az Árkádba, megvettem a hülye jegyeket, ennyi volt a suli. Menjünk suliba. Menjünk a suliba. Ja, ez 20 perc múlva lesz csak. Akkor leülünk kajálni. Ezek az olaszok itt mögöttünk. Megtanultam pár szót olaszul. A magyarul azt tanulták meg, hogy igen, megtanultuk, hogy quattro formaggi, busse, grande gazzo, gole, attenzione, meg guban, bu, vaffanculo. Valaki fordítsa, hogy mit jelent, mert nagyon nem értem ezeket a szavakat. Vaffan. Szerintem suli. It's like performing a magic trick. Itt vagyunk most, ahol voltunk, amikor volt ez a Bóbita bábszínház, nem is tudom, itt talán meg tudom mutatni. És most újra itt vagyunk, de most nem a Bóbita bábszínházba megyünk valami előadást megnézni, hanem most egyszerűen csak Ákos bának, a fizika tanárnak valami kémiai, fizikai előadását fogjuk megnézni itt a Zsolnai negyedben. De nagyon jó az az ülési módszer, nagyon tetszik. Ja, megmutatom, így kb. Így ülök itt egy ilyen cuccon. Nagyon imádom. Kettőkor kezdődik, ezért mennünk is kell már rögtön. Felesleges lesz szerinted ez az előadás? Számunkra igen, mivel már láttunk. Jaj, mondjuk jogos, mivel láttunk, de az olaszoknak szerintem vicces lesz. Ákos már mindig érdekes, hogy próbálja csinálni.
olaszok nagyon szeretik ezt csinálni. Mondjatok valamit erről a fasságról, milyen? Nektek hogy tetszik? Nagyon megszervezett, tökéletesen van szervezve. Így? Nagyon jól meg lett szervezve. Áj, utas. Mit gondolsz erről? Mehetnék már haza. Rohadtul fáradt vagyok. Mehetnék már haza. Ja. Aj, buszra várunk. Hány perc múlva jön? Egy? Egy perc múlva jön a busz. És 10 perce várunk a buszra. Remélem, látszik az arcom. Tudja, hogy látszik. Ne látszik? Látszik. Jól csinálom. Hát mert akkor nem olyan jó a minőség. Pontos, jó sok kocsik szembe jön velem, persze, hogy látszik az arcom. Nagyon jó vagyok. Na mindegy. Ez lesz úgymondva majdnem az utolsó esténk itt Pécsen, mikor, amit együtt töltetünk velük. Ez lesz az utolsó este, amit itt együtt töltetünk velük Pécsen, nem? Már aki. Már aki, igen, de igazság szerint így, hogy elmenjünk valahova így velük, ez az utolsó este lesz, mert holnap elmennek Budapestre, szombaton Villányba, vasárnap Villányba, hétfőn Mecseknádasd, és kedden reggel mennek, szóval ez az utolsó este velük itt. Szóval várjuk a buszt.